Számos vezető politikussal találkozott, többnapos kijevi hivatalos látogatása során Magyar Levente, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A csúcsdiplomata tárgyalt az ukrán külügyminiszter helyettessel, az elnöki iroda vezetőivel és több minisztériumban is látogatást tett. Az ukrán oktatási tárca vezető helyettessel folytatott megbeszélésen elhangzott, hogy Magyarország kész 1000 ösztöndíjat felajánlani ukrán egyetemistáknak. Emellett szót ejtettek a nemzeti kisebbségek oktatásáról is. Наша сьогоднішня зустріч пройшла конструктивно. Я сподіваюся, що результативно ми найближчим часом підпишемо меморандум. Конструктив volt a megbeszélésünk, remélem eredményes is. Hamarosan aláírjuk az együttműködési memorandumot is a hivatalaink között. Remélem, hogy az elmúlt 2-3 évben kidolgozott terv szerint fogunk dolgozni, mind a kisebbségeket érintő kérdésekben, mind pedig a diákjaink mobilitásában, mondta a miniszter helyettes. A találkozón elhangzott, hogy Kijevben nagyra értékelik, hogy a kárpátaljai magyar közösség képviselői erejükön felül segítik a belső menekülteket. Tudjuk, hogy a magyar kisebbség képviselői és külön a második Rákóczi főiskola nagyon sokat segített az embereknek az elhelyezésében, akik a harci cselekmények elől menekültek. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokat segítenek, ez nagyon jó érzés, mondta az illetékes. A területfejlesztési minisztériumban tett látogatásán az államtitkár felvázolta ukrán partnerének a határmenti együttműködési lehetőségeket, valamint humanitárius ügyeket is megvitattak. Beszéltünk az ukrán-magyar határmenti együttműködésről, a humanitárius, valamint építési segítségnyújtásról, a fűtési szezon kihívásairól, és természetesen egy vegyes bizottság előkészítéséről is, mondta az ukrán tárca vezető helyettes. Magyarország számos projektet az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül támogat Ukrajnában. Ez az a szervezet, amelyik professzionális módon, komoly tapasztalattal a hátam mögött Ukrajnát jól ismerő helyi szakemberekkel végzi el a magyar kormány finanszírozásával azt a munkát, amit az ukrán belső menekültek megsegítésére és Ukrajna infrastruktúrájának a fejlesztésére irányoz elő a magyar kormány. Magyar Levente találkozott Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök helyettessel is, akinek elmondta, hogy Magyarország az elsők között van, amikor a gyakorlati segítségnyújtást kell adni. Nagyra tartják a jelenlétünket, és most érkezünk el abba az időszakba, amikor elválik az, hogy ki az, aki tartósan és komoly, érdemleges tevékenységet végezve segíti az ukrán népet, és kik azok, akik ugyan nagy hanggal kifejezik a szolidaritásukat, de a gyakorlat terén kevésbé aktívak. Magyarország az első között van, ezt meg tudtuk állapítani, amikor erről a fajta gyakorlati segítségről van szó. Ezt fenn fogjuk tartani, és minden lehetséges csatornán fogjuk folytatni azt a munkát, ami arra irányul, hogy Ukrajnát segítsük ebben a rendkívül nehéz helyzetében, humanitárius tevékenységünk révén, a családokat, a menekülteket, az iskolába járó gyermekeket próbáljuk olyan helyzetbe juttatni, hogy minél kevesebb megrázkódtatással és minél könnyebben vészeljék át ezt az időszakot. Az államtitkár ukrajnai hivatalos látogatása Epifanyi Ukrajna Pravoszláv Egyházának, Kijev és egész Ukrajna metropolitájának találkozójával zárult.